kiszemel. Aztán sírjájó, hogy jöttél, jaj, de vártak. Mi kellettünk a föld anyának, én pusztító paramállam. Pusztító férgel. Ezt mi tettük, így akartuk. Nincsen ki úgy, jól elbasztuk. Rohadt tények, ott a lényeg. A föld vágott halottál el. Velem szemben a Korom zenekarnak ugye két tagja. A névválasztás az abszolút lefedi a ti stílusotokat. Már csak egy kis gitártörés hiányzott a végéről. Törtetek már gitárt? Nem szeretnénk, annyit nem keresünk. Csak ez az oka? Persze. Ki se próbálnátok, most komolyan. Kőkemény rockerek vagytok. Már előttünk, hogy nem szeretnénk másolni senkit. Beszéljetek akkor egy picit a megalakulásról. Mikorra tehető ez? Eredetileg 2012-ben alakult a zenekar, teljesen más felállásban, még a nevünk is más volt. Akkor még Lost Heaven volt, amit én annyira nem szerettem. Egyébként a gitárosunk és Tibi a gitárosunk és én, mi már az alakulástól együtt csináljuk, lassan 10 éve. Máté pedig 2018-ban csatlakozott hozzánk, előtte rengeteg tagcserénk volt, és abban az időben gondolkodtunk abban, hogyha már teljesen más a felállás, akkor nevet is változtunk, onnantól Korom a nevünk. És igazából, amit mi szeretnénk játszani, az pont azóta, mióta jött Máté, azóta találjuk meg igazán. Azóta kristályosodik ki igazán, hogy mit is szeretnénk. Mi rengeteg féle zenét hallgatunk, rengeteg féle zene ad ránk, de a fő sodor az a Stoner, a Doom és a Sledge, de emellett megemlítenék ilyen vonalakat, hogy a Primus, Jet Rotál, stb. Tehát elég széles a skála. És mióta Máté jött hozzánk, azóta érezzük úgy, hogy mind zeneileg, mind munkában, mind emberileg így hárman találtunk igazán egymásra. Tehát most vagyunk úgy igazán együtt, hogy azt mondom, hogy így most menni fog a zenekar. Bár azt gondolom, hogy igazából az undergroundból annyira nem fogunk tudni kitörni, de lehet, hogy nem is szeretnénk. Ezt akartam pont mondani, nem is biztos, hogy kell. Adjuk át a mikrofont. Te hogyan látod ezt a csatlakozási időszakot? Igazából úgy csatlakoztam a zenekarhoz, hogy láttam egy hirdetést, és éppen zenekar kerestem, úgyhogy gondoltam, megpróbáljuk ezt a felállást. Aztán annyira természetesen jöttek a dolgok, hogy már az első próbán olyan volt, mintha 5-6 éve együtt zenélnénk. Aztán ez ebben a formában meg is maradt. Lassan egy
egy-két hét elteltével jöttek is a saját számok. Ezeket is például, amiket most játszottunk, azt hiszem a Kegyetlen volt az első dalunk, amit együtt írtunk. Aztán azt gondolom, hogy abszolút osztom Sanyinek a gondolatait, hogy egybe van a zenekar, tehát hogy nem szeretnénk ezt a formációt megváltoztatni, és szerintem nem is szükséges, és nem is szükséges az undergroundból sem kitörni. Tehát mi ezt a vonalat szeretnénk tovább erősíteni. Most azt mondtad, hogy együtt írtátok ezt a dalt. Azért nagyon sok zenekarnál úgy van, hogy egy valaki megírja, a többiek meg alkalmazkodnak hozzá. Nálatok mit jelent ez az együtt dalírás? Ez tényleg teljesen együtt működik? Több formája volt már ennek. Igazából a fő riff és szövegíró az a gitárosunk Tibi. Hey! Ugyanakkor hoztam én is ötleteket, és mindig egy ilyen ötletből alakul ki egy dal. Tehát, hogy elkezdjük mondjuk egy gitár témával, vagy egy basszus témával, és abból szépen felépítkezik. Sanyi hozzáteszi a dob témáit, azon, tehát mindenen formálunk, megbeszéljük, kialakítjuk, megbeszéljük, hogy mi legyen a felépítése a dalnak, tehát ilyen formában íródnak a számok tulajdonképpen. Azért tényleg nagyon kemény rock volt az, amit ti játszottatok, tehát olyan fogyasztható, de mégis kemény rock. Hogyan zajlik egy próbanálatok? Igazából ezek a zenék olyanok, amik jönnek belőlünk. És ugye, dühösnek hangozhat a zenénk, amit csináljuk, de igazából meg akár azt is le lehet szűrni, hogy utáljuk az életet, de ez nem igaz. Épp azért dühös a zenénk, mert szeretjük az életet, szeretünk élni, és felbosszantanak dolgok, amik ezekkel szembe mennek. Béget perzsel olasz a lelkem a bőrömön át. Csak fesszel, mondd, mire vársz, halkan hallod, hogy jó módon. Amikor születnek a számok, tulajdonképpen az elsődleges szempont, amikor azt érezzük, hogy ebben van energia. És igazából valahogy, amikor elindul, nagyon sok számunk jammelésből születik, ahogy a próbán bóckodunk, és amikor elindul az energia és elszabadul, akkor nem akarjuk visszafogni, és igazából innen jön ez az egész súlyosság. Azt szeretjük, hogyha én például azt gondolom, hogy mindig az a dolog a legerősebb, ami egyszerű. Mindig az egyszerű dolog a legerősebb, de azt gondolom, hogy azt is a legnehezebb megcsinálni, ami egyszerű, mert egyébként abban nem lehet hazudni. Igen, amikor hallgattam a ti műsorotokat, nekem is ez a szó jutott eszembe, hogy dühös zene. És ti is úgy álltok ott a színpadon, mintha nagyon dühösek lennének, hát még a dobot is szétvertétek. Majdnem, vigyáztam. És mégsem, és mégis ez egy nagyon furcsa paradoxon, hogy dühös zene, ugyanakkor meg nagyon szeretitek az életet. Egyébként én azt gondolom, hogy mi mind a hárman mélyen érző emberek vagyunk, és azt gondolom, akik mélyen éreznek, azok tudnak igazán dühösek lenni. És ez nem arról szól, hogy el akarjuk pusztítani a világot, hanem mérgesek vagyunk amiatt, hogy pusztul a világ, úgymond. De nagy szavakat mondok te. Igen, ezek akár végszónak is nagyon jók lettek volna, de még nem tartunk a végén. 10 év múlva hol szeretnétek tartani? 10 év múlva egy interjúban miről fogunk beszélgetni? Szerintem a Wembleyben lesz teltházas koncertünk. Én azt gondolom. Hát igazából nem tudom, mi lesz 10 év múlva, de az biztos, hogy a zenekar legalábbis részemről az 10 év múlva is fenn fog állni, és fogjuk csinálni. Ez a lelkesedés szerintem nem fog megszűnni 10 év múlva se, és tényleg nem hobbiból tekintünk erre, nem is dűlevezetés, hanem a saját életünknek a kiteljesítése igazából. Tehát, hogy ezzel vagyunk egészek, én azt gondolom, és ez remélem, sőt, biztos vagyok benne, hogy 10 év múlva is jelen lesz az életünkben ez az érzés. Szabadon foglak, és 10 év múlva az interjúban megkérdezem, hogy hogy álltok. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen.
A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.